Az új lakók nagy részét a kollégium jó hírneve, az ismerősök pozitív tapasztalata vonza a diákotthonba. A nővérem is, és már több idősebb barátnőm is itt lakik, és mindannyian nagyon jókat meséltek róla, ezért engem is meggyőztek azzal, hogy ide költözzek, és nagyon tetszik, nagyon szép, és mindenki nagyon rendes, akivel eddig megismerkedtem. Tetszik a berendezés is, a szobatársamnak az jutott, akit választottam is. Azt mondom, hogy ez egyik legmodernebben felszerelt kollégium a területünkön, és azt gondolom, hogy hagyományápoló, és ezért megfelelőnek találom a tanulmányaim során. Az első pályázati körben 75 gólya nyert felvételt. A vajdasági családoknak nagy terhet vesz le a vállukról, ha a felsőoktatási tanulmányokat folytató gyermekeik egy színvonalas kollégiumban tölthetik egyetemista éveiket. A kollégium a kényelmes bentlakási szobáknak köszönve, a multifunkcionális termének köszönve, a gondozott környezetének köszönve egy olyan bentlakási és tanulási közeget tud nyújtani, aminek köszönve azt gondolom, hogy nagyon sok kollégista inkább szállodához hasonlítja az intézményünket, mint kollégiumnak. A Magyar Nemzeti Tanács 7 éve bírálja el a bentlakásra vonatkozó pályázatokat. Az új kollégisták 22 községből érkeztek, legtöbben Szabadkáról és Óbecséről, tanulmányaikat pedig nagy részben a bölcsészettudományi, a természettudományi és az orvostudományi karon folytatják. Most már elmondhatjuk, biztosan állíthatjuk, hogy nincs olyan fiatal, aki Újvidéken a legnagyobb egyetemi városban tanulna, hogy ne vágyna arra, hogy ebben a gyönyörű impozáns épületben lakhasson. Hiszen az Európa Kollégium nem csak egy bentlakási lehetőséget biztosít a kellemes és kényelmes szobáival, hanem az Európa Kollégiumban működő szakkollégiumi programok lehetőséget adnak arra, hogy közösen alkossanak, közösen gondolkodjanak, valamint hogy szellemileg is kiteljesedjenek a fiatalok. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a vajdasági magyar stratégiai partnerekkel együttműködve és az itteni célkitűzéseikkel is összhangban támogatja a szülőföldön való boldogulást. Nagy öröm számunkra, hogy a mai napon egy olyan intézményben lehettünk jelen, immár 7. alkalommal, amely egyik ékessége a vajdasági magyarságnak, de mondhatom, hogy Kárpát-medencei szinten is talán a legmodernebb, legkorszerűbb és a legnagyobb befogadó képességű intézményről beszélünk. Az új nemzedéket ünnepélyes keretek között fogadták. Hogy ők megkaptak mindent.